Én szólítom a következő előadót. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és valóban egy talán a koromnál fogva alkalmas vagyok arra, hogy egy pár szót szóljak erről a témáról. Azzal a kikötéssel, hogy nem mérnök szakemberként, hanem inkább szociológiai vagy társadalmi kritikai szemléletből mondjak egy pár mondatot, nem előadást kívánok tartani, csak egy pár mondatot. Ugye hallottuk itt Mosonyi professzorról, és mindannyian tudják, hogy a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer élettörténete, sorsa az a 20. század elején kezdődött, de van egy kiemelkedő esemény, ami visszakapcsolódik az én születésem időpontjára, az 1960-as évek elejére, amikor Csehszlovákia és Magyarország aláírja azt a beruházási egyezményt, amelyben elhatározzák a konkrét vízlépcső rendszer felépítését, kitűzve olyan prioritásokat, mint az áramtermelés, a hajózás, a hajóutak mélyítésének a elősegítése és az árvízvédelem. Tehát mondjuk itt összekapcsolódik az én nemzedékem, ha szabad így a címből idéznem. És utána eltelik jó pár év mindenféle mérnöki, gazdasági és egyéb tevékenységgel, de eljönnek azok az 1980-as évek vége, amiről itt egy kicsit az én véleményemmel ellentétben másképp hallottuk a történetet. Ugyanis meggyőződésem, hogy mindenféle titkosszolgálati, meg gazdasági, meg egyéb háttér mellett azért azzal mindannyiunknak tisztába kell lennie, főleg a jövőnk értékelése szempontjából, hogy az 1980-as évek, 88-89-es éves tüntetések, amikor a GÁT, vagy a Nagymarosi Beruházás, vagy a vízlépcső elleni tüntetések indultak, abban nagyon sok lelkes, fiatal, őszintén hívő ember vett részt, mégpedig nem véletlenül, hogy ezt a beruházást választották, hiszen egy nemzetközi beruházásról beszélgetünk, amivel föl tudja hívni a figyelmét ugye a rendszerváltás kapcsán, a forradalom kapcsán a nemzetközi sajtó, a nemzetközi társaságok figyelmét, hiszen Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország egy közös beruházási programjáról beszélünk, nem beszélve arról, hogy maga a Duna, mint nemzetközi víz is a figyelem központjában van. Hát erről szól a 80-as évek vége, amikor ezek a tüntetések megtörténnek, ez a beruházás elleni tüntetések történnek, és ennek a tüntetéseknek a során nagyon sok vitánk volt az elmúlt 20 évben is. Éled, igenis ennek a tüntetésnek a kapcsán éled meg a rendszerváltás, vagy rendszerváltoztatás, hívjuk akárki, akárhogy gondolja, tetszik, nem tetszik, ennek a tüntetésnek az alapján. Ez azért fontos ezt belátnunk és ezt megértenünk, mert ez jelenti azt, hogy az elmúlt 20 évben a politikusok bármelyik oldalon miért állnak ehhez a kérdéshez úgy, ahogy? Azt is látnunk kell, hogy akkor, amikor a 88-ban, 89-ben egy ilyen tüntetés lezajlik, egy zöld, egy környezetvédőt politikai fogolyként, politikai ellenállítként kezelni már nem lehet. Tehát ezért fontos, hogy egy olyan körben, egy olyan témában találnak utat maguknak a rendszerváltoztatók, a fiatalok, vagy nem fiatalok, teljesen mindegy, az ellenzék, ami elősegíti, hogy megtörténjen a rendszerváltás. Ebből egyenesen következik az, hogy hosszú ideig, és vegyük azt, hogy a politikában is előfordulhatnak becsületes emberek, kevesen vannak, de előfordulnak. Azt a legitimációt, amit az azóta eltelt időben megkapott kormányok, vezető pártok képviselnek, azt a politikai legitimációjukat ehhez a 80-as évekbeli tüntetésekhez kötik. És ez nagyon sokáig, szerintem egészen a hágai döntésig, ez egy érthető és sajnos el kell fogadni típusú döntés volt a pártokban, a pártok vezető személyiségében. A hágai bírósági döntés az már egy éles vízválasztó kellett volna, hogy legyen ebben a gondolkodásmódban, éppen azért, mert hogy ugyan nagyon sikamlós, sokféleképpen értelmezhető, de annyira nem értelmezhető másképp, mint ahogy a mai prezentációk bemutatják. Valóban Magyarországnak nagyon sok tevékenysége, teendője és a beruházás folytatására irányuló gazdasági lépést kellett volna megtenni ennek a hágai ítéletnek a kapcsán.
Én viszont azt gondolom, hogy éppen azért, mert ez a politikai legitimáció most már megteremtődött. 22 év az nagyon hosszú idő. Már erre nem kell hivatkozni. Ma már abban a rendszerben élünk, amiben élünk. Ma nem a politikusoknak kéne döntenie, hanem a mérnököknek. És a politikusoknak is be kéne látnia, hogy az, ami 88-ban, 89-ben történt, az már nem szolgálja a nemzet érdekét. Nem azt szolgálja a nemzet érdekét. Hiszen önök, a Reális Zöldek Klub, vagy azok az valódi szakemberek, akik ezzel a témakörrel becsületesen Mosonyi professzortól kezdődően foglalkoztak, azok nem a természet leigázására törekednek, hanem arra, hogy az ember alkotó munkáját a természettel együtt megtegye, és megépüljön egy olyan vízlépcső, aminek már nem csak az árvízvédelem, nem csak az áramtermelés, nem a csúcsrajáratás, nem a hajózás a fő célja, hanem a településfejlesztés, a területfejlesztés. Minden együtt, közösen, és csak ez a jövő útja Magyarországon. És nem azért, mert a Duna felső szakaszán 47 vagy majdnem fél száz hasonló vízlépcsőrendszer duzzasztás és egyén működik, hanem azért, mert a saját kis országunknak is ez az érdeke. Én például ezt a december 4-i, 5-i szigetközi vitát, én is végignéztem a parlamenti vitát, és én azt gondolom, úgy éreztem, hogy én nem Illésúrral foglalkoztam, hanem azokkal a fideszes, meg nem fideszes polgármesterekkel, akik a szigetközt képviselték. Aztán a 75 ezer aláírással. És én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos születésnapi ajándék, mert én nem emlékező ülésnek nevezem ezt a mai napot, hanem születésnapnak, ahol szeretném megköszönni, mint lányod is, meg mint elnökségi tag is, azt a sok-sok munkát mindannyiuknak, amit itt végeztek, mert úgy érzem, hogy igen, most már kezd megváltozni. És ez egy csodálatos születésnapi ajándék, hogy most már az emberek is kezdik felismerni a dolgokat. Úgyhogy köszönöm szépen önöknek, hogy együtt lehettem önökkel, ezzel a jó hosszú idő alatt, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam.